Hogyha sem jött volna ki egy dalom, akkor nem ülnék itt veled. Nem? Nem. Bárhogy hívlak? Nem tudom, mert fura, mert te azt hiszed, hogy ezt a műsort te találtad ki. Hát ezt a műsort, de várja, igen, de, de a műfajt nem, nyilván. Nem, nem. És következő történt, hogy majd próbáljuk meg a kronológiát belőni. Tavaly szeptemberben jutott először eszembe, hogy milyen hülyeség, hogy nincsen platforma arra Magyarországon, hogyha mondjuk még gondolatokat szeretnék megosztani, akkor sehol nem tudom, tehát nincsen olyan televízió, rádióban nincsen rá idő, és aztán gondolkoztam, hogy milyen jó lenne, hogyha lehetne egy mély interjúban ezeket a dolgokat így átbeszélni, és pont arra gondoltam, hogy vele tudnék erről beszélni, csak mi éppen akkor átira össze voltunk veszve. Mi össze és voltunk át, igen, kicsit Tényleg? És emlékszem a... pontosan. Meg a meg... sztár zsűrizésével adódóan? Igen. De ja, mert igen, mert ott a, a szerkesztőség egyik része felét húzott, és méltánytalanul a másik felét, ami én voltam, megpróbálta elnyomni. A másik felén egyedül voltál. Hát nem tudom, mindegy, az a lényeg, hogy szeptemberben jutott eszembe hogy milyen klassz lenne, ha mi egyszer tudnánk így dumálni. Telefonom mindig? Tudtunk. Nem akkor jutott eszedbe, hogy kellene csinálni egy ilyen. Valahogy ősszel, de. Tehát azt akarod mondani, Igen. hogy a te hatásodra Igen. jött ez létre. Igen. Ó, is. Ez, ez a manifestáció törvénye.